Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a mai rendezvényen. Tiki József vagyok, az ITF elnöke. A Neumann Társaság Informatikai Történeti Fóruma, az Óbudai Egyetem és a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a közös rendezvénye az, amely az ITF hazai nagy számítástechnikai műhelyek sorozatában ma megrendezésre kerül, és ez a NAV informatika története. Ha egy kicsit belegondolunk, akkor ma nagyon sokat beszélünk a digitalizációról, a digitális átállásról, a digitális transformációról. Teljesen természetes, hiszen az életünket már áthatja az informatika, megváltoztatta a szokásainkat, megváltoztatta a családi kapcsolatokat, a kapcsolatot a közösségen belül. Olyan dolgok, mint például, amikor még a régen sorban álltunk az ófotértben, hogy előhívassuk a filmeket, ilyen már nincs, nem vagasztunk fotóalbumot, sőt az unokák képét sem a tárcából elővett fényképen mutatjuk meg, hanem a mobilunkon. Az egész mobiltelefon ma már nem is telefon tulajdonképpen, sokkal inkább lehetne nevezni. Annak, ahogy a Star Trekbe hívták, ami a 25. században játszódott, hogy egy ilyen személyi asszisztens. Ugye fényképezőgép, naptár, játék és nagyon sok minden más még mellett, még telefonálni is lehet vele. De az élet nagyon sok területén áthatotta az életünket az informatika. A MÁV jegyet a mobilon vesszük meg, számítógépen jelentkezünk be időpontra, és nagyon sok mindent így intézünk. Ez az egész digitális átállás, digitalizáció, digitális folyamat, ez nem most kezdődött. Ennek az egyik kezdőpontja az pont az volt, amiről ma előadásokat fogunk meghallgatni. Az ezüsthajú generáció még emlékszik arra az időszakra, azokra a boldog évekre, amikor nem kellett adót fizetni. Az 1988-as törvény vezette be ugye a személyi jövedelemadót és az áfát. Talán még emlékeznek rá, hogy akkor ilyen vastag borítékokat kaptunk, nagy alakú vastag borítékokat kaptunk, amiben volt egy adóbevallási ív és egy vastag kitöltési útmutató hozzá. Aztán teltek az évek, elmaradt a kitöltési útmutató, egy vékony boríték jött, mert az útmutatót meg lehetett nézni a neten. Aztán egy kis idővel később már nem jött semmilyen levél, hanem be lehetett jelentkezni, és volt egy Java program, ABEV volt azt hiszem a neve, annak a segítségével lehetett kitölteni az ívet, sőt beküldeni elektronikusan. És ma már ott tartunk, hogy nem is kell semmit se csinálni, csak belépni egy portálra, és megnézni, hogy ők a hivatal jól töltötte-e ki. És ha igen, akkor elfogadjuk. Ez az egész folyamat egy nagyon szép ívet rajzol be, és a mai délutánon ezt az ívet fogjuk megnézni, szakavatott kollégákkal, olyanokkal, akik ezt végigcsinálták. Ezek közül hadd emeljem ki azt a kollega urat, aki elvállalta, hogy a mai délutánon levezeti ezt a rendezvényt, Futó Iván urat, aki teljesen hivatott és avatott erre a feladatra, hiszen sokáig ő volt az APEC-ben az az elnök helyettes, aki felelős volt az informatikai fejlesztésekkel, létrehozni az egészet, kialakítani a rendszert, megteremteni annak az alapjait, hogy elektronikusan lehessen kezelni ezeket az adatokat, illetve később a NAV-nál is elnöki tanácsadóként ilyen feladatokat látott el. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elvállalta a mai délutánt. És ha már az elején itt a digitalizációról beszéltünk, mi is haladunk a korra, természetesen felvétel készül, amelynek a szerkesztett formája az fel fog kerülni a YouTube-ra is, illetve a mi honlapunkra is. És itt a honlapot hadd emeljem ki, érdemes meglátogatni az itf.nyst.hu-t. Nagyon sok érdekes dolgot lehet olvasni, megtapasztalni, kellemesen el lehet tölteni egy jó kávé vagy egy pohár bor mellett egy egész délutánt vagy estét, és nagyon sok minden érdekes dolgot olvasgatni, hát amivel mi is sokszor visszaemlékszünk, személyekről, eseményekről, termékekről, illetve olyan műhelyekről, amelyek ebben részt vettek. Sok videót lehet megtekinteni, és vannak olyan speciális távlatok, amelyek tematikusan lettek összeállítva, ezeket is érdemes meglátogatni. Ilyen például egyet, hogy emeljek ki, a Neumann Társaság 50 éves évfordulójával készült, aminek aktualitása van, hiszen a
ebben az évben, egy ünnepi év van, Neumann János 120 éves születésnapját ünnepeljük. Ezt a Neumann Társaság különböző szép színvonalas rendezvénysorozattal teszi emlékezetessé, és mindjárt hadd kérjem meg Szalai Imrét, a Neumann Társaságnak az ügyvezető igazgatóját, hogy számoljon be nekünk röviden ezekről az eseményekről.